Csak azért ismétlem, kedves nézők, ennek a műsornak az eredeti célját, mert szerintem senki nem tudja már. Úgyhogy időről időre gondoltam, megismétlem, mert ma speciál talán valóban az eredeti cél érvényesülhet. Vagyis arról van szó, hogy én azt szeretném megmutatni, vagy megtalálni, fölkutatni, hogy mitől javulnak az eredmények egy-egy sportágban. Tehát ugyanazok a képességek jelentkeznek, hiszen az ember képességei elég szűk spektrumon belül, elég szűk határokon belül tetten érhetők, és mégis az eredmények, amelyek mérhetők időben vagy méterben, javulnak. Na most, hol jelentkezik ez? Sporteszközben, egészségügyi helyzetekben, tudomány ilyen-olyan fejlődése révén. Mindegy, szóval ez a lényeg, hogy egy kicsit ezt szeretném a két vendéggel, természetesen nem csak ezt megbeszélni. És a kedves két vendég sporttörténetileg is érdekes páros. Egyszer Kleiberné Koncsek Jolán, aki olimpiai bronzérmes volt Mexikóban. Jól mondom? Igen. Jól mondom. Utána, ugye Mexikó 1968-ban volt, és utána most a legutóbbi Riói olimpián ugyancsak bronzérmet szerzett Márton Anita. Kettejük között női atlétikai olimpiai érmünk nem volt. Pedig hát, bár nem illik évekről beszélni, ez nem korokról szól, hanem olimpiászokról, ugye a 4 éves periódusokról. Egész szép kis idő eltelt, igaz? Emlékszik még minden pillanatára annak a napnak? Esélyes volt Mexikóban. Én azt hittem, hogy én aztán diadalt ülök Koncsek Joli rovására vagy javára, mert győzelem lesz. Hát nagyon jó lett volna. Az előző évben kint voltam az előolimpián, és én azt megnyertem. Csak harmadik helyezés sikerült, de én annak is nagyon örültem. Mi szakadó esőbe versenyeztünk. 2 órakor mentünk ki a pályára, és este 8-kor volt eredményhirdetés. Azok a ruhák, amiket mi kaptunk, eső esetére csontig vizesek voltak. A dobókörben bokáig ért a víz, tehát irreálisak voltak a körülmények. Söprögettek? Akármit csináltunk. Olyan vízözött, nagyon ritkán versenyeztem olyan időben az életemben. Végül olyanokat csináltak, hogy hoztak számunkra takarókat a szállásról, azok valamennyire megfogták. 5-ször szakították félbe a versenyt, tehát, de amikor vége volt, én akkor nagyon boldog voltam, de nagyon fáradt. Így sikerült. Manoliu nyert? Manoliu nyert, sajnos már ő nem él. Ő egy öreg veterán harcos volt, úgyhogy jóval 35, azt hiszem 35 éves volt. Technikailag az első dobáson nagyon jól sikerült, az enyém kevésbé. Mennyivel lehetett akkor nyerni? 58 méterrel lehetett nyerni. Annyit én is tudtam, az az igazság. Valamivel 58-on belül igen. Végzett, 57 valamennyi. Igen, de hát mondom, ez nagyon nehéz verseny volt, de én nagyon-nagyon elfáradt mindenki. Hát azt végig kellett azt a 6 órát versenyezni. És ott helyben, bocsánat, hogy szavába vágtam, ott helyben is örült már, vagy csak egyet kellett ott aludni helyben rá? Helyben is nagyon örültem. Sokáig második voltam, de egy nyugat-német lány túldobott. Úgyhogy, de voltak mögöttem olyanok, akik előttem voltak a világranglistán abban az évben, és még a döntőbe se kerültek. Szóval ez olimpia, az teljesen más szituáció. Más is, meg azt gondolom, hogy azért speciál a dobószámoknak nem tesz jót végképp az első. Hát én már kitanultam az egészet. Tulajdonképpen minden sűrűkésnél talán nem számít annyira, de mi teljesen újszerrel dobunk. Annak van egy ilyen lakkozott bevonat, ami igencsak csúszott esős időben. Annyit csináltuk, hogy gyönyörű szép új diszkoszokat odaverdestük a
a széléhez, a pálya pereméhez. Lejöjjön a... Persze, hát legalább valamit fogjon. Mi nem rendelkeztünk, most már hát az amerikaiaknak akkor is volt ilyen ragasztószerük, amit használtak, de nálunk ez nem volt behozva Magyarországon. Úgyhogy én nagyon örültem ennek az eredménynek. És főleg manapság örülök, mert ugye az olimpiai dobogósok azok mind életi áradékban részesülnek, és a pedagógus nyugdíjam mellé ez nagyon sokat számít. Hát akkor azért, gondolom az akkori örömében még ez akkor nem számítottad. Nem, nem is tudtam róla, lényegesen később jelentkezett ez. De hát mi anyagi támogatást olyan sokat nem kaptunk az olimpia után. Én emlékszem rá, valami pénz jutalom. Igen, 28 ezer forintot kapott a német Angén, meg 20-at. Igen, mert Angéla ott nyert. Igen, Angéla olimpiai bajnok volt. De azért ez egy nagyon szép olimpia. Nekem legalábbis gyönyörű. Én nagyon szerettem Mexikót, nagyon jól éreztem magamat. Jutalmat is kaptunk, hiszen elmehettünk egy napra Acapulcóba, és hát ez csodálatos dolog volt. Hát Anitát nem nagyon kell faggatnom arról, hogy örült-e, mert azt hiszem nagyon örült. Számolt a harmadikkal titkos álomba, benne volt-e vagy sem? Persze, titkos álomként mindig úgy gondolom, hogy benne van az emberbe, hogy na jó, de hát amikor már a realitás is benne van az álomban. Igen, tehát az olimpia előtt igazából úgy gondoltam, hogy szeretnék a legjobb hatba bekerülni. De amikor már kint voltunk, és ugye azért edzés közben láttam a többieket, hogy mégis ki milyen formában van, illetve ugye a selejtező után ott ugye már teljesen egyértelmű volt, hogy éppen ki milyen állapotban van, ott azért már megfogalmazódott bennem, hogy igenis elérhető lehet ez a bronzérem. Igen, egy apróságot persze elfelejtettem mondani, holott a nézők nem feltétlenül kell, hogy tudják, hogy ugye... Koncsek Jolán diszkoszban érte el az eredményét, és Anita pedig súlylökésben. De a keveredés azért jogos, nem csak azért, mert a két sportág, mondjam így, két sportág hasonlít egymáshoz, hanem azért is, mert mind a kettőt művelték, igaz? Igen. Ugye csak hát Anita a súly mellett döntött, és Koncsek Jolán pedig, Julika pedig a diszkosz mellett, nem? Fölmerült egyáltalán súlylökő legyen? Hát ez csak kiegészítésként nyertem én magyar bajnokságot kétszer is súlylökésbe, de hát nem közelítettem Anita eredményét, én lényegesen gyengébb voltam. Szóval nekem a súlyemelő eredményeimet nem lehet összehasonlítani az övével. Én nem közel se voltam annyira erősíthető. Hosszú végtagokkal rendelkeztem, azaz azok most is megvannak, de ez bizonyos fokig hátrány, mert izom szempontjából sokszor nem lehet azt elérni. Például én abból értem, hogy nagyon hosszú kezem van, keresztben én hosszabb vagyok, mint hosszába, és ez óriási dolog, diszkoszvetésnél körmozgás. Bocsánat, az azt jelenti, hogy így széttárja a karját. Igen, akkor pár centivel több, hosszabb. Mint amennyien magas. Igen. És ebből... És tudtam, hogy ezt is mérik. Hát ez körmozgás. Fontos. Persze, fontos. Nagyon fontos, mert azt szerint a kör érintője mellett repül ki a diszkosz. Tehát mennél hosszabb a körnek a sugara, aha, annál nagyobb sebességet Lágos. Tudok adni a szernek. Nagyobb a kör, amit persze, forog. Persze, pontosan erről van szó. Na tessék, ilyen vén fejjel is tanul az ember valamit. Hát lehet, hogy előtt kellett volna megtanulnom. Tehát szóval akkor adva volt, hogy a diszkosz lesz az igen, igazi. Igen. Hát. Anitának mit döntött el? Egyébként a kettejük legjobb eredménye centiméterekre van egymástól, most mindegy, hogy évek vannak közte, de 60-28, azt tudtam, és a Anitától itt tudtam meg, hogy 60-23. 23, tehát. 5 centivel. Ennyi. Hát szóval mi döntött a súly mellett? Én egészen 23 éves koromig párhuzamosan csináltam a két számot, akkor osztályos Európa-bajnokságokon, világbajnokságokon mindig mind a két számban elindultam, és érdekes volt, hogy általában mindig diszkoszvetésben értem el jobb helyezést, és így is volt ez az 23-as Európa-bajnokságon, ahol diszkoszban bronzérmes lettem, súlylökésben pedig ötödik. Mégis úgy gondoltuk edzőmmel, Eperjesi Lászlóval, hogy
hogy súlylökésben sokkal jobb eredményt érhetek el a jövőben. Ugye hát ez adott sajnos a magasságom miatt is, hiszen én a 172 centimmel elég alacsonynak számítok a súlylökőmezőnyben is, nem hogy a diszkoszvetők között, hiszen ugye a diszkoszvetőknek általában ilyen 180-185 vagy inkább fölötte van az átlag magassága, de súlylökőknél azért tehát vannak ilyen 175-180 centi magasak is, de ugye nálunk ilyen kirívó eset ugye a Valerie Adams, aki ugye 193 centi magas, úgyhogy az új-zélandi. Igen, az új-zélandi, aki mondja most második lett Rióban, úgyhogy én elég alacsonynak számítok a mezőnybe, de tehát összességével úgy gondoltuk, hogy súlylökésben hamarabb elérhetem azt a szintet, ami a világszínvonalhoz kell a jövőben. Ezen a bizonyos atlétikai pontszámtáblán például a legjobb diszkoz eredménye és a legjobb súlylökő eredmények hogyan néz egymásra? A Spirjev táblázatban? Hát a súlylökő eredményem az jóval több pontot tehát tud akkor hozni. Ez végül is igen. Tehát nem is tudom, szerintem körülbelül olyan 64-65 méter körül kellene talán dobnom, hogy az azonos pontszámot. Az kellene meg a 19,87-nek, ami igen. A legjobbja. És hát tulajdonképpen bizonyos értelemben pont fordítva történt, hogy a nagy olimpiai versenyen dobta a nagy magyar csúcsot is. Tehát igaz, hogy nem esett az eső? Selejtező alatt nálunk is esett az eső. Tényleg? Egy kicsit meg is ijedtünk, hogy hát most mégis úgymond mi történt, hiszen azért Rióban vagyunk, nem számítottunk esőre, de hát ugye igazából föl voltunk készülve mindenre. Én jó magam se szeretem, hogyha esik az eső, de ilyenkor próbáljuk ugye védeni a súlygolyót, hogy ugye minél kevésbé vizesedjen be, vagy a kezünk, a ruházatunk, ilyesmi. Ugye mi most már magnéziát használunk, ha esik, ha fúj, ha nyár van, ugye szinte mindig, és mindenki, úgyhogy ezzel tudtuk egy kicsit ugye segíteni, könnyíteni a helyzetet, hogy ugye azzal egy kicsit azért betapad a súlygolyó ugye a versenyző kezébe, de azért, tehát nálunk se jó, hogyha esik az eső, hiszen ugyanúgy ki tud csúszni a golyó a kezünkből, a nyakunkból. Igazából szerencsénk volt egy kicsit, hiszen amikor már elkezdtük ténylegesen a selejtezőt, akkor szépen elállt az eső, és az már kevésbé zavart, hogy a kör vizes volt, mint az, hogyha ugye a súlygolyó vizes. A hölgyek hallották a bevezetőben, amit mondtam, egy kicsit beszéljünk erről, ha lehet, hogy tulajdonképpen mi hozta a fejlődést, mi minden hozta, ugye? Például én, ami az első, ami nekem szembeszökő, a súlylökésnél a forgás. Ugye, szemem szám elállt, amikor először láttam, azt hiszem egy orosz fiú, bizonyos Barisnyikov volt az első, Alexander Barisnyikov. Nem tudom pontosan milyen ez, ő volt a legjobb akkor a világon, vajon? Szerintem nem volt a legjobb, de hát nálunk most úgy mondják, hogy igazából testalkat függő, hogy ki az, aki csúszó mozgásból lök, és ki az, aki forgó mozgásból. De hát nem biztos, hogy ez a... Tehát nem úgy, mint mondjuk a flop a magasugrásban, hogy tehát most már mindenki. Nem, tehát eléggé megosztott. Általában akik alacsonyabbak, ők forgó mozgásból szoktak lökni, és akik magasabbak, vékonyabbak, ők szoktak csúszó mozgásból lökni. Ugye nálunk az olimpiai bajnok, ugye Michel Carter, ő szintén csúszik, és ugye a Valerie Adams is csúszik. Csúszik, az mi a nézők nem fogják tudni pontosan, mert nem látják, hogy hol csúszna abba a körbe a súlylökő. Tehát ugye amikor egy lábon úgymond becsúszik a bástyához, és onnan löki ki a golyót. Azelőtt nem csúszott a bástyához? A fél lábával? Nem? De igazából ez volt ugye az első, amit használtak, és ez a forgómozgás jött. Mert a másik ilyen forradalmasító dolog volt, azt hiszem, az meg az O'Brien-től ered, hogy háttal állt föl. Mert az én gyerekkoromban a súlylökők nem háttal álltak föl a kidobás irányának. Hanem oldalt.
Akkor még ez a keresztlépéses, vagy ilyen oldalsasszés technika volt, és utána jött ugye ez az O'Brien technika, amikor ugye háttal fölállva, becsúszva a bástyához. Tehát az iskolában is ugye ezt tanítják. Az O'Brien, akkor rácsodálkoztak sokan, mert akkor az még eléggé friss dolog volt 58-ban. Hát, hölgyek még nem voltak de a világon. De én már versenyeztem akkor, mikor itt voltak az amerikaiak, úgyhogy tisztában vagyok vele, hogy történt. Igen, ezt keresem, hogy mit minden történt a sportágukban, maradjunk, akkor menjünk vissza a diszkoszhoz. Mi változott? Szóval mi hozta az egyre nagyobb eredményeket? Én biztos vagyok benne, hogy erősítés. Nálam sokkal erősebbek lettek a mai diszkoszvetők is, a sülökökről nem beszélek, mert azok pláne, de speciálisan én is erős voltam. Tehát én helyből tudtam... Adottságaiban. Igen, de különben feltétlenül az erősítés. Mert amikor készültünk az olimpiára, meg a nagyversenyekre, mindent megkaptuk. Nekünk nem voltak szponzoraink. Jó, volt olyan, hogy kaptunk munkaidőkedvezményt, akik sportálásban is voltak, tehát mit tudom én, kettőjük dolgoztak, ahol voltak, és utána mentek edzésre. Az edzőtáborokból kikértek, amikor már tanítottam, például az olimpiai bizottság a kollégámnak kifizette az óradíjamat, hogy ne az iskolát terhelje, amikor én edzőtáborban voltam. A lehetőséget Tatán, ami elképzelhető, mindent megkaptunk. Nem jártunk Dél-Afrikába edzőtáborba, az igaz. Télen is a dobóedzéseket szabadból tudtuk megoldani, mert nem volt, diszkoszvetéshez nem volt pálya, ahol dobálhattunk volna, legfeljebb hálóba. Na, olyan lehetőség a későbbiek folyamán volt, hogy csináltak egy kört, egy nagy hálót, és akkor a hálótól 2 méterre dobálgattunk szépen terembe. Ilyen lehetőség aztán későbbiekben volt. Nem volt videó. Tehát ami mostan nagyon nagy előny, hogy az edzésen vissza tudja azonnal nézni a sportoló, a technikát, milyen problémák voltak. Nekem csak magyarázta az edző, hogy ez rossz, az rossz. Tehát ezt kell javítani, nekem vizuálisan el kellett képzelnem, hogy mit kell kijavítanom. Későbbiek folyamán már minden edzésen ott volt a videó. Ez óriási dolog. Hát a súlyemelés lehetősége megvolt, csak én nehezen erősíthető voltam, főleg lábra. Tehát az, aki mint Anita is, nagyon komoly súlyokkal dolgozik, sokkal erősebb. Tehát ez óriási dolog. Álljunk meg pillanatra, csak hogy akkor, hogy konkretizálhassuk. Tehát a súlyemelés, hát Anita versenyzett is, nem? Vagy igen. Súlyemelőként igen. Is. Nem fogok kilókat kérdezni, ha nem akarja mondani, de végül is hát nyugodtan, nem is mit lehet rá. Nincs mit szégyelni rajta, mert ezek komoly eredmények. Hát ugye egyrészt tehát tényleg teljesen más rendszerben dolgozunk, mint valamikor, hiszen én gyakorlatilag profi sportoló vagyok, én csak ezzel foglalkozok. Tehát én nekem heti 12 edzésem van, tehát nekem nem kell másra koncentrálnom, nem kell mellette elmennem dolgozni, ki tudom magam pihenni a 2 edzés között, és úgy gondolom, hogy ez maximálisan sokat számít. És ugye így megtehetem azt, hogy heti 12 erősítő edzésem van. Ebben ugye van kifejezetten speciális erősítés, ami ugye a súlylökéshez a legfontosabb izmokat próbáljuk ugye ilyenkor speciálisan erősíteni, illetve ugye magát a klasszikus súlyemelést takarja, szakítás, felvétel, nyakból lökés, fekvenyomás, illetve ugye guggolás. És tehát tényleg maximálisan erre tudok készülni, erre tudok koncentrálni, és nekem például van 102,5 kilós eredménye a szakításba, 200 kiló fölött tudok guggolni padra. Tehát, közben itt nem látják, de igen. Jó, elképetten hallgatja. Hát én az életben egyszer guggoltam le 120 kilóval. Azt azért mondom összehasonlításnak. 65 kilót szakítottam, fekve nyomásban még a legjobb voltam, mert 90 kilót tudtam bármikor. 125 kilóval szakítottam. Ez az egyik titka az egésznek. Én biztos vagyok benne. Erő.
De azért gondolom én, annélkül, hogy tudálékoskodni akarnék, azért ezeknek speciális gyakorlatoknak kell lenni, mert lehet ártani is azzal a fölrakott izomzattal, nem? Mert a robbanékonyság és a gyorsaság azért az is benne van a, mind a kettőben, a diszkoszban is és a súlylőkészben is. A speciális dolgokban én is erős voltam. Úgyhogy én nagyon sokat dolgoztam medicinlabdával, különböző másfajta szerekkel, sőt, én még fát is vágtam minden reggel, 1000 fejszecsapásom volt. Kaptunk egy hatalmas fát, és oldalt csináltattak egy fejszét, egy olyan 1 kiló 30 deka körül lehetett, tehát hasonlított a diszkoszhoz, amelyik 1 kilós, és azzal bizony naponta én 3 kilométer futás után 1000 fejszecsapásom volt az olimpia előtt. Tehát ez speciális erőre ment. Nem vágod fát. Nem. Nem nálunk, tehát ilyenek nincsenek. Tehát tényleg nagyon sokat fejlődött a technika, a technológia. Tehát vannak a mozgás eszközei is, speciális erősítő eszközök, amelyek, tehát gépek, vagy minek nevezzem őket. Vannak gépek is, de igazából mindent meg tudunk csinálni egy súlyemelő rúddal. Nincs semmi, illetve most, ha minden jól megy, akkor a közeljövőben lesz egy ilyen speciális súlylökő szerkezetünk, ami ugye egy teremben lesz bent, és a megadott, tehát a megfelelő szögben lehet majd kilökni egy rá erősített súlygolyót, és ugye ez a súlygolyó ez végig fog menni ilyen görgőkön, és akkor úgy fog majd visszajönni, és gyakorlatilag rengeteget lehet. A videópakban kecské. Igen, igen, hasonló egyébként. Éppen nem tudtam merjem-e mondani, nem lőd meg a kecskét, mondod. Igen, igen. Ezen alapszik. Igen. És Anita, ugye maga mondta, tehát én csak megismétlem, hogy nem számít a méreteiben, magasságában, nem számít mondjuk például az új-zélandi lány, az Adams, vagy akár, mint hogyha azt hiszem négy lenne olyan, aki a világon egyáltalán maga előtt szóba került, ugye? Az Adams, a Schwanznek hívják. Krisztina Schwanitz, igen. Igen, és a Carter. Igen. És van egy kínai? Egy kínai hölgy, gomb. Igen, igen. Ugye ezek azért kilóra is, ha jól láttam, akkor meg centire is meghaladják. Magasságra is, igen, jóval magasabbak nálam. Nekem, én úgy gondolom, hogy az az előnyöm, hogy nagyon dinamikus, gyors vagyok, és ezt tudom kihasználni. Illetve nagyon sokan mondják, hogy nagyon szép a technikám, hogy talán az egyik nők között talán az egyik legszebb technikával lökök, úgyhogy mindenféleképpen próbálunk minden apróságot kihasználni, hogy egy kis előnyhöz jussak, hiszen ugye nekem is az erősítés lassacskán ugye a végéhez ér, hiszen fizikálisan már nem sokat tudok azért én se erősödni. Lehet még, de most már nagyon keveset, úgyhogy most már tényleg dinamikába, technikába muszáj továbbfejlődnöm még. Mi nem lehet többet erősödni, ezen ott ragadtam. Mi az, ami már csak nagyon keveset lehet? Tehát én úgy gondolom, hogyha egy 5-10 kilót sikerül még mindenbe fejlődnöm a következő évek alatt, az most már lassacskán eléri a maximális mennyiséget nálam. Mert hogy akkor valami másnak a rovására menne, mondjuk? Hát igen, meg hát azért tehát fizikailag nem lennék már valószínűleg képes rá, tehát az izomzatom nem biztos, hogy elbírná. Tehát például mondjuk guggolásba, tehát hogy 200 kiló fölött tudok guggolni, igazából nem is érdemes már nagyon többel, mert akkor ugye, ha nagyon, tehát tényleg túlerősítünk egy izmot, akkor az ugye a rugalmasság, a lazaság kárára mehet, tehát azért meg kell tartani az egyensúlyt. Ez a guggolni azt jelenti, hogy ráteszik a vállára, és le kell vele guggolni, vagy legugol, és ráteszik a vállára, és föl kell állni? Nem. Nem, tehát le kell vele guggolni, és föl is kell állni vele. Aha, tehát le föl. Legugolni mindenki le tud. Hát bármennyivel le lehet guggolni, igen. Csak fölállni nem. És elbírja a derekat? 200 kiló. Mert ez borzasztó. Egyébként, nálunk igen.
Hát a Zsivocki soha nem tudott ennyivel, az Eksmicsanyék bírtak 200 kilóval, akik kimondottan erős lábakkal rendelkeztek. Szóval ez hihetetlen. Ezt nem is egyébként akar. Érdekes, hogy nem is lábra nehéz, hanem tényleg az, hogy amikor az ember kiveszi a súlyt az állványból, akkor ugye a gerincet azt azért csak megnyomja. De ugye erre ugye és példa, nem is volt problémád még gerincel? Nem, hál' Istennek. Ja, hát gratulálok hozzá, mert engem meg kellett, hogy operáljanak, aztán azért nem voltam. Sérvel, igen. Tehát hogy például ugye a férfiak akár 300 kiló körül is guggolnak most már, és hát ugye annó 200 körül a férfiaknak is ott volt a maximum. Tehát sokat, nagyon sokat fejlődtünk erővel. Hát én tisztában voltam azzal, hogy erőnlét kérdése az, hogy aki tehetséges, vannak lehetőségei, tehát a speciális adott dolgai, annak erő kell azon igen, kívül. Hol van az a határ, tudja-e a tudomány? Nem csak azt, amiről az Anita beszélt, hogy már fölösleges, mert már többet nem, beszükülnek több munka nem az hozta, izmok. De hol van az a határ, ahol az egészségnek nem megye? Nem tudom, mert jelen pillanatban is azért még 60 méterre döntőbe lehet lenni diszkoszvetésbe. Úgyhogy vannak speciálisan kiemelkedő emberek, egy-egy. De az átlag, mint talán 8 közé bekerül, lehetett kerülni most is 60 méter körüli eredménnyel. Hát és nálunk a maga eredménye az változatlan ranglista elsőséget jelentene szerintem. Annak ellenére, hogy már csak 3 vagy 5 centi a különbség. De hát ez is már egy kiugró dolog volt, mert meg kell vallanom, rosszul készültem, de legalább maga elmondta helyettem jól, hogy én utoljára, amit olvastam nyomtatásban, akkor még 54 méter 90-et jeleztek magánál. Hát az már nagyon régi. Jó, tehát igen, ez 59 méter 18-an volt előtte, és tehát a tavalyi évben sikerült megdöntenem diszkoszvetésben. Oké, de hát tényleg így van, hogy ebben a tekintetben például a diszkoszvetés nem ugrott akkor át meg, és akkor tényleg egy-egy nagy egyéniséghez fűződtek a nagy eredmények ezek szerint. Most nagyon nagy disznóság, amit mondok, de a mostani olimpiai bajnok is volt eltiltás alatt. Tehát mindenki, akik nagy dobók megpróbálkoztak azzal, hogy különböző szerek segítségével még jobb eredményt érjenek el. Szóval azért nagyon sokat fejlődött az orvostudományban a kémia. Biztos, hogy jelen pillanatban én megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy ha valaki azt mondja az olimpia előtt, hogy ezt ha bekapod, olimpiai bajnok leszel. Nem is tudom nagyon elítélni őket. De biztos, hogy kapnak olyan segítséget, orvosi segítséget, ami segít az erőfejlesztésbe. Akár a speciális, akár az általános erőfejlesztésbe. Ez nincs eltiltva, csak egy bizonyos határa meg van szabva. Igen, 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 de mi nem nagyon kaptunk annak idején, és nagyon rossz volt azt látni, hogy van olyan sportársam, aki meghalt amiatt, nem akarom a nevét mondani, válogatott volt, mert külföldre menet, a fiúk össze-vissza vásároltak mindent. Én voltam olyan szobában, hogy csak néztem, hogy mi van az ablakban, ilyen erőfejlesztő dolgok. De mondom, nekünk minden reggel esítettek 6 szelet húst az olimpia előtt, és meg kellett tenni, borzasztó volt. Szóval étkezésben maximálisan megkaptunk mindent, de nem állt mögöttünk ilyen orvosi tím, aki a felkészülésünket irányította. És azért ez is sokat számít. Talán nem is volt ilyen orvosi tím, tehát mert az nem állt mögöttünk, az azt jelenti, hetné esetleg, hogy nem szegődtettek, nem szerződtettek olyanokat, de még akkor ezzel nem is nagyon foglalkoztak. Hát már dopingvizsgálatra mi is jártunk. Soha nem felejtem el, Csépe doktor már nem él szegény, de ő volt, egy Európa-bajnoki döntő volt Budapesten. És hát én rohantam, mint az őrült a WC-re a verseny után, mert az izgalom meg minden, és utána nyomták a kezembe a cetlit, hogy mehetek vizsgálatra. Na,
Hát a bankett az este 8-kor volt, és 8-kor tudtam bemenni. Biztos más is járt így, de nem sikerült vizeletmintát adnom. Úgyhogy mire odaértünk a bankettre, már ott szedegettük össze a francia salátából a borsókat, amit hagytak, mert semmi nem maradt, és a Gellérbe bezárt már az étterem. Úgyhogy a doki megjárta miattunk, mert nem tudom most, hogy van, de velünk kellett menni a vizsgálatra az orvosnak is. Szintén ugyanúgy van jelenleg. Is. És most van, aki segíti, irányítja a te felkészülésedet? Hát nem igazán, tehát én atlétikáról tudok főleg beszélni, hogy sajnos még most se olyan az egészségügyi hátterünk, mint mondjuk Európában nagyon sok országnak, vagy mondjuk az amerikaiaknak, tehát az, hogy ők bárhova utaznak, akkor gyúró megy velük, orvos megy velük, fizikoterapeuta, tehát tényleg mindent megkapnak, ehhez képest mi még nagyon messzire el vagyunk maradva. Tehát végső soron Magyarországon a kajakosoknak, az úszoknak a felkészülését kimondott orvost is távirányítja. Ilyen nincsen? Hogy... Van nekünk is keretorvosunk, de igazából annyira nem irányítja a felkészülésünket. Tehát el kell menni minden évben egy kötelező szűrővizsgálatra, de nagyjából ennyi, ha valami probléma van, akkor természetesen fordulhatunk hozzá, de senki nem mondja meg, hogy mit együnk, mit ne együnk. Igazából mindenki próbál saját magától boldogulni. És hát ugye persze nagyon, nagyon nehéz, és nagyon oda kell figyelni, mert tehát a doping szempontjából minket is rettentően ellenőriznek. Nekem több mint 17 doping vizsgálatom volt a tavalyi év során. Rendszeresen jönnek a nemzetköziektől is, tehát Németországból, Horvátországból vizsgálni. És volt olyan, amit mostan gyakran hall az ember, hogy egyszer csak betoppannak? Igazából rendszeresen ugye nálunk ez az EDEMS rendszer van most már, amikor 3 hónapra előre minden napra meg kell adni az éjszakai tartózkodási helyet, ahol kereshetnek egy adott időpontba, illetve kötelezően minden napra edzés időpontot kell megadni, hogyha van edzés. Tehát így minden nap 2 óra hosszában ott kell lennem az adott időpontban, ahova ugye korábban megjelöltem, és bármikor megjelenhetnek az ellenőrök. Tehát külföldiek hozzám rendszeresen, tehát a saját házamba jönnek reggel ellenőrizni. A magyarok, ők általában edzésre szoktak kijönni. És akkor viszont, akit ott találnak, a környezetemben mindenkit elvisznek, úgyhogy tényleg nagyon szigorúan figyelnek. Ez hogy érte ez utóbbit? Tehát, hogy akár az edzőtársaimat is elviszik. Ja, hogy őket is megnézik. Igen. Mi köze van annak a maga tevékenységéhez? Hát igazából ilyen szúrópróba-szerű ellenőrzések vannak. Meg hát ugye, ha már egy emberért lejöttek mondjuk Szegedre ellenőrizni, vagy akár Békés Csabára, akkor más válogatott sportolókat is elvisznek, vagy akik esetleg ott vannak korban, hogy elvigyék. De volt ilyen, hallottam Szegeden a súlyemelő klubba, bejöttek, és minden igazolt versenyzőt elvittek. Kortól nemtől függetlenül, akit ott találtak, és igazolt súlyemelő versenyző volt, őt elvitték. Na, ilyen nálunk nem volt. Csak a nagy világversenyeken. Meg ami ilyen nagy verseny, ott ellenőriztek. De ilyen nem volt, hogy be kellett jelentkezni. Hát azért valószínűleg az ok, amiért ez így fordult, azért az okot maguk a versenyzők szolgáltatták egyes esetekben, hogy egy olyan szélsőséges példák fordultak elő a világban mindenütt. Hogy hát itt van most, ahogy lehet, a volt szovjet sportok tucat szám buknak le, mert most már visszamenőleg is meg tudnak vizsgálni anyagokat. Igen. És ezen lehet vitatkozni, ez nem ízlés dolga ugyan, de minden esetre felfogás kérdése, hogy egyáltalán visszamenőleg illik-e? Hát amit a tudomány akkor nem tudott, ugye? Tehát azóta, mert általában a doping egy lépéssel jobbára előbbre jár, mintha ellene szóló vizsgálati képesség, vagy azt meg kimutató szer. A fene se tudja, ez valahogy mindig olyan idegen a sporttól, nem? Különben.
Nem tudom, mert nekem szerencsém volt, mert én semmiféle hormonális készítményt nem szedtettem, még egy fogamzásgátlót sem, mert 18 éves korban volt egy járványos mágyuladásom, és ez mindent kizárt, úgyhogy nem, ezért nem tudok nyilatkozni. Nehezen tudom elítélni, mert aki annyit dolgozik, nagyon, nagyon kis dolgokon lehet megbukni. Igen, olyan kis dolgok, hogy hát nekem nem engedtek, itt Pesten volt egy ebédöntő, amikor egy kávét nem ihattam meg, mert akkor jött be ez a nagy vizsgálat, és a fejem majd szétment fenn a Szabadsághegyen, és nem engedte meg, a Miltényi Mártinak könyörögtem, hogy egy kortyot csak. És ugye nem lehetett semmit beszedni, nem lehetett meginni egy kávét. Nem tudom, a kávé a dopinglistán van? Hát meghatározott mennyiségig lehet koffein bevinni. Azért kérdezem, mert... Nem is tudom, mondom, azt hiszem, egy 6 deci energiaital az a maximum, amit meg lehet inni verseny előtt. Hát az is korlátozó. Mert mondom, én fejfájással versenyeztem, de azt se engedték meg. Annyira féltek, hogy nehogy bármi probléma is legyen belőle. Hát nagyon, nagyon nehéz, nagyon könnyű már... amúgy elbukni egy ilyen dopingvizsgálaton, mert sajnos az ilyen teljesen általános gyógyszereknek a 90% a dopinglistás, akár egy fejfájás csillapítói megfázás elleni gyógyszer. Tehát tőlem sokan kérdezik, ha beteg vagyok, miért nem megyek el orvoshoz? Mondom, azért, mert nem tud olyat adni, amit beszedhetek. Tehát igazából, tehát amit tudom, hogy beszedhetek, azt el tudok menni én is, meg tudom menni a gyógyszertárba ugyanúgy. Hát az a helyzet, hogy ezeknek a többsége ugyanis gyógyszernek készül, és gyógyszer igen. is, de beteg embernek, ugye? És van meg olyan tartalom, ami roborál. Amit viszont már gondolom én, ugye a sportolónak nem engednek meg, hogy azt szedje. Mert nem a betegségre gyógyszerként hat, hanem a teljesítményre hat úgy. De én azt hiszem, hogy a dolog valamikor akkor kezdődött el igazán, és akkor ment túl határokon mindkét tekintetben, gondolom, amikor ez ennyire egzisztenciális kérdés is lett. Tehát egy sport eredmény ma már nem azt jelenti, hogy csupán első vagyok az összes többi közt a világon, hanem azt is jelenti, hogy megvan alapozva a jövőm. Biztosítva van a létezésem esetleg, miután már annyi időt vesz el tőlem, hogy másra nem. Nem tudom, mert amikor egyetemre lehetett járni sport mellett, meg lehetett szerezni egy diplomát a sport mellé, igaz? Igen, hát én tanultam, én edzőtáborban úgy mentem, de most hallja, hogy Anitának az egész élete ezzel telik el, tehát ő most nagyon sokat, pedig ő is azt hiszem el is végezte. Igen, én gyógypedagógusként végeztem Szegeden. Hát, de azért egy komoly nagy diploma sok éven át, azért az ma már kérdés, hogy az lehetséges lenne. Hát, ahova be kell délőtt járni, orvosi egyetemre nem lehet járni. Hát csak levelezőn. Ott kell lenni. Nem lehet, nincs az orvosi levelező. Hát nem, de ott, azt mondom, hogy egy más olyan, ami is más, csak levelezőn. Én napon jártam a tanárira, de én meg tudtam oldani. Mert a Dózsától kaptam ösztöndíjat. Ilyen szempontból nem sportálásom volt, hanem kaptam fizetést, hogy járjak egyetemre. Na, manapság is van azért egy-két ember megtudja, hogy állatorvos legyen. Hát van az atléták között is, aki most végez a gátfutó. Igen, azért mondom, de hihetetlen akaraterő kell hozzá. Akkor is az kellett, mert ahelyett, hogy lementem kártyázni, meg beszélgetni, ahelyett fölmentem a szobába, és készültem a vizsgára. Szóval ehhez edzés mellett, napi 2-3 edzés mellett borzasztó akaraterő kell. Jolika, és megvonnak a lehetősége is, és akkor sokat nevettek sokan ezen, holott azért az is heroikus volt, de volt, aki 6-8-10 évig végezte igen. el. Mert egész egyszer másként nem lett volna képes rá. És megadták azt az egy kedvezményt, hogy hát egye fene tartson tovább, legyen meg. Nyilvánvaló. Még valamit nem tudom, lehet, hogy nincs benne semmi, de azért nézzük meg az emberi momentumot is, az edző képzettsége. Tehát abban a sportágban, amit művel az ember,
így ez esetben a diszkoszvetés és a súlylökés, az edzőnek a hozzáállása nem a versenyzőjéhez, hanem a sportákhoz, hogy abban napra kész legyen, hogy abban amit a tudomány mind tud erről a sportágról, hogy az mit jelentett a fejlődésben? Én arra emlékszem, hogy minket olyanok edzettek, Harmati, Sanyi bácsi, a Koltai Jenő bácsi, ezek annyival képzettebbek voltak, mint akkor Európa. Hozzánk jártak az NDK-sok tanulni. Soha nem felejtem el, hogy az NDK-s dobók jöttek Tatára, nem is egyszer, és lesték, hogy mi mit csinálunk. És utána aztán ők léptek tovább szépen. Az edzői gárda annyira összetartott. A TFN egymással megbeszélték az edzéseket, és próbáltak kiagyalni valami jobbat, mint amit csinál jelen pillanatban a világ. És ők ebbe előre jártak. Hát akkor egy olyan dobogárda volt, hát Zsivocki, Kulcsár Gergely, Németh Angéla, a Németh Miki is ebbe a csoportba tartozott, de úgy ő neki Montreálba jött ki ez az eredmény. Volt egy olyan hármas gerelyhajításban is a Jenő bácsinak, akik a világon 9 világcsúcsot dobtak meg hasonló. Tehát az edzők előbbre jártak, és a tanítványok meg elfogadták. Volt egy olyan csoport, egy olyan dobócsoport, én csak abban tudok nyilatkozni, aki leste az edzők szavát, mindent megpróbált megcsinálni, és nagyon jó közösség volt. Hát mi egymásnak úgy drukkoltunk egy-egy versenyen, most ők nem nagyon ismerik egymást. Mi Tatán együtt voltunk. Voltak nemzetközi viadalok, tehát csapatok voltak. 5-ször voltam kint Londonban célból, mert 2 évenként volt ugye angol-magyar. De a cseh-magyartól lengyel-magyarig, tehát ez összehozta az embereket, és én szerintem a közösség nagyon sokat segített. Én biztos vagyok benne. Úgyhogy nem tudom, hogy az Anitáéknál van-e de ilyen, de én hallottam az Atlétikai Szövetségben, hogy mindenki külön készül. Nem is nagyon ismerik egymást, csak egy-egy világversenyen találkoznak. Nem tudom, igazán van-e. Igen, ez így van. Tehát ott csapat volt, csapatszellem volt, és ez minket nagyon előre vitt. Hát én emlékszem, hogy tudtam drukkolni az egész csapat, hogy bekerüljön. Például volt egy selejtező Hollandiában, amikor egyszerűen jó, nagyon jó helyen voltam, első voltam, de elfelejtettem utolsó dobni, mert kiszaladtam a Szenteleki sárának drukkolnia, hogy ott bekerüljön az egész női csapat. Szóval ez most nincs. És biztos, hogy hiányzik. Biztos, hogy hiányzik, mert egy közösségnek nagyon nagy ereje van. Az edzéseken is. Hát sokszor volt az, hogy az egyiknek már ment a tavaszi edzés, a másiknak meg feljött a szobába, olyan összeveszések voltak, nem ezért, nem a dobás miatt, hanem a feszültség miatt. Ugyanakkor vitte előre is a társulatot. Annak már megy, akkor én is azért is összefogom magamat. És ez lehet, hogy jó volt, szerintem biztos, hogy jó volt. Nekem legalábbis. Én nagyon jól éreztem magamat. No? Hát most fiatalkorban megvannak egyébként ezek az összetartások, tehát vannak ilyen közös programok, például nem olyan rég indult meg súlylökésbe is egy ilyen összetartás, most pont most hétvégén volt egy ilyen közös 3 napos edzés, ahol ugye a versenyzőkkel együtt ott vannak az edzők, és ugye egy kicsit próbálunk mi is ötletelni, hogy kinek mit lehetne segíteni, illetve tényleg egy ilyen összetartás jelleggel, de azért alapvetően felnőtt korban viszont ez egyáltalán nem jellemző, tehát minden dobóműhely végzi a saját munkáját, a saját elképzelése alapján, és igazából senki nem szól bele a másik munkájába. Amikor viszont ugye úton vagyunk külföldön, akkor tehát ugyanúgy azért tehát próbáljuk figyelni a többieket, hogy mégis ki mit csinál, hát ha egy-egy jó ötletet át lehet venni, kipróbálni, tehát azért próbálunk tényleg így haladni egy kicsit, mindig figyelgetni, hogy hát ha látunk valami olyat, amit érdemes lenne beépíteni, és azzal esetleg az előrelépést meg lehet indítani. Én nem tudom, lehet, mert én kívülálló lévén nem állíthatom, csak gyaníthatom, hogy kevesebben vannak manapság. Szóval a választék, a kiválasztáshoz sokkal kevesebb fiatal
sokkal kevesebb gyerek. A sport nem jelent, ugye még a maga idejében is, meg korábban még inkább, a sportbeli kiválóság az nagyon-nagyon sokat lendíthetett egy gyereknek a pályáján. És most valahogy, mint hogyha kevesebben, mert ilyenkor szokták mondani, hogy az internet, meg a nem tudom én, a PlayStation, meg minden, ami elvonja a gyerekeket. Én nem tudom, ezt nem tudom megítélni, már túl vagyok azon a koron, hogy ezt megfigyelhessem közelről. De egy biztos, hogy az újságot olvasom, nem látok annyi nevet valahogy, szóval nincsenek mezőnyök például. Ugye most nem speciál a maguk sportága, hanem mondjuk a közép- és hosszú távfutók akkoriban. Hát egy magyar bajnokság az egy nagyon-nagyon nagy meccs volt. Nem csak a legnagyobbakról, az Iharos, Rózsavölgyi tábor és a többi. De ott tényleg az egy tömegsport esemény volt. És hatalmas nagy bajnokság voltak. És most valahogy ottan a lap szélén olvasom, és már a második helyzet, most nem akarok konkrétumokra kitérni, mert nem szeretnék senkit megbántani, de a maga mögött is, hát hol a mezőny? Hol a női súlylökő mezőny? Az az igazság, hogy valamikor szerintem a sport egy kiugrási lehetőséget jelentett a fiatalok számára, most már nem, mert egyszerűen annyira ellustultak a gyerekek. Tehát nem is szeretnek sportolni, nem szeretnek kimenni az udvarra, akár focizni, vagy akármit játszani, szaladgálni, és nem is lehet bevonzani a gyerekeket. Arról már nem is beszélve, hogy tehát azért nagyon sok sportágban nagyon méltatlanok a körülmények, és a szülők nem is viszik ilyen sportágakra a gyerekeket. Tehát talán azt mondom, hogy csapatsportágaknak elég nagy a merítési lehetőségük, de egyéni sportágakra ez nem igazán jellemző. Hogy és is magyarul mindenki focizni akar? Vagy kézilabdázni? Igen. Vízilabdázni, ott nincs probléma. Vízilabda, kézilabda, kosárlabda, futball. Igen. Ugye én ebben látom sajnos a hátrányunkat, hogy nem, egyszerűen nem tudunk gyerekeket bevonzani az atlétikába. Vagy csak nagyon nehezen. Unokái sportolnak. Igen, igen. A kislány az lovagolt 9 évig, hát most már főiskolás, úgyhogy azért abba hagyta, de így hobbi szinten igen. A fiúnokám pedig vízilabdázik. Na, ott nincs probléma. Ott el nem hagyna egy edzést, ott megy, és egész kicsi korától. Azon gondolkoztam az előbb, hogy biztos, hogy a motivációban van valami probléma. Hogy én tanítottam elég sokáig, 30 éven keresztül általános iskolában, és nem véletlen általános iskolában, mert ott még szeretnek a gyerekek mozogni. És azt láttam, hogy akit úgy megcsap a szele, azt csinálja. De odáig eljutni, hogy nekem volt országos bajnokom, sőt, jelen pillanatban is Gerelybe csúcstartom Malovás Zsuzsa, de ezek nagyon szerettek ott abban a közösségben is lenni, ahol edzettünk és csináltuk. Nem tudom, hogy hol engedjük, nem biztos, hogy a tévé meg az ilyen kütyű, amit itt mozgatnak, az valahogy a gyerekeket meg kéne fogni. Még nem jöttem rá, hogy majd mondanám, ha rájövök, de biztos vagyok benne, hogy nem csak a külföld, hanem az engem hiába akartak volna eltiltani, amikor 30 métert dobtam, akkor is imádtam csinálni. Szóval itt valahol van a bökkenője, hogy megszerettetni vele, ott van a titka az egésznek szerintem. Annyit a közelebb van a gyerekkorához. Igen. Mi csodorta bele? Mi volt az, ami elvonzott, odavonzotta? Hát részben a sikerélmény, hiszen ugye nagyon korán, ugye gyakorlatilag a kezdetek óta megnyertem az összes versenyemet, illetve nagyon jó társaság volt. Most már versenyekről beszél. De amikor egyáltalán, hogy sportoljon? Hát én mindig nagyon mozgékony kislány voltam, és a szüleim támogattak ebben. Volt a családban hagyománya a sportnak?
Apukám súlyemelő volt, de nem, tehát nem volt egy világszínvonalon, nem emelt. Tehát egy országos bajnokságon ott volt, érmet hozott, de igazából nem, tehát nem volt komolyabb szándéka vele igazából, ő is azért, mert szerette. De egyébként más sportoló nem volt a családban. De viszont bármit kitaláltam, akár én is lovagoltam 6 évig, kosárlabdáztam az iskolai csapatban, tehát bármit kitaláltam, támogattak benne a szüleim, elvittek, mondták, hogy igenis, menjél, csinálni kell, mozogni kell, próbáltak ugye kitartásra nevelni, és szerintem ez nagyon sokat segített. Mert lehet, hogy egy-egy sportágat mondjuk egy kisebb kudarc után ott hagytam volna, de ők mondták, hogy de igenis, menni kell, folytatni kell, csinálni kell. És ha még ezután se tetszik, tehát hogyha már húzamosabb idő után nem szeretném csinálni, akkor kell váltani. Igen, az váltig oda jutok, hogy a tömeg, tehát sok kell ahhoz, hogy legyen miből meríteni. Hát, soknak kell. Én nem akarom lenni a kollégáim, volt kollégáimat, vagy jelen pillanatban a kollégáimat, de ott van szerintem atlétika, ahova olyan testnevelő kerül, aki szereti az atlétikát. Na most, ha kosárlabdás kell oda, akkor kosárlabdás. Ez a régen is így volt. Régen is. Én vettem rá, a Kulici Jenő volt ott. Hát testnevelő, én nagyon jól ismertem a Jenőt bácsit. És nem tudott belőlem diszkozatot csinálni. De futni kellett. Futni kellett. Futni igen, kellett. Igen. Mezei futóbajnokságtól, iskolai futóbajnokságtól, nem tudom. Én, ahol tanítottam, ott jó volt. Nagyon sok atléta jött ki, válogatott is. Akiket jó, könnyű volt, mert nekem előnyös helyzetem volt, én dózsás voltam, mehettem ingyen korcsolyázni a gyerekeimmel, csak lesétáltunk, Újpesten tanítottam, az atlétikai pályát akkor használtam, amikor akartam, szóval a lehetőségeim megvoltak. Most, ha be akar menni atlétizálni, fizetni kell. Hát más nem sportákban biztos, is, mert sorra hallom a vendégeimtől, hogy elcsodálkoztam, mert egész magas színvonalú teljesítmény után is, meg mondtam, hát de magának nem kell fizetni, de bizony kell fizetni. A Szilágyi utcában, ha én be akarok menni, hát lehet, hogyha nagyon szépen megkérem, beengednek, pedig edző voltam ott jó 10 évig, legalább vagy tovább, de szóval én hallottam olyan tanítványomtól, hogy Joli néni, ne tessék haragudni, ennyit kell fizetni, azért hagyta abba a futást. Hát mondom, teljesen ledöbbentem. Na, itt a lehetőség. A gyerekeket érdekelték kéne tenni. Na most, ha a szülő nem vállalja, akkor nem fog lemenni. Nem tudja vállalni, mert az sincs kizárva. Igen. Hát ugye, nem, a feladat nem az volt, nekem legalábbis nem mondta senki, hogy meg kell oldani ezeket a gondokat, vagy hogy ki kell mutatni, hogy mitől jobbak az eredmények súlylökésben, vagy akár diszkoszvetésben manapság, de azért mégiscsak a titok nyitja valahol azért benne rejlik, még hogyha nem is kell megfejtenünk, úgyhogy de jó lenne, ha megtudnánk. Köszönöm. És egy kicsit kevesebb idő teljen el, ezt ugyan csak mondhatom magának, hogy ne ennyi sok év legyen két atlétikai női olimpiai érem között, és akkor legyen Márton Anitáék hamarabb a következő. Magának már nem kívánhatom, csak a unokáknak legfeljebb. Azért hagyj éljen meg, hogy Tokióba, azt még meg... Hogy nézze! Nézze, igen. Oda én is elmennék. Igen, igen. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Mi is nagyon köszönjük, és nagyon jó volt együtt lenni. Köszönöm.